Balla Janka vagyok, 14 éves, és azért csatlakoztam a Magyar Önvédelmi Mozgalomhoz, mert tudom, hogy kitart a hazaszeretet mellett, és megvédik a magyarságot, és annak ellenére, hogy a Trianon elszakította a többi magyar földet, kitartunk azok mellett a magyarok mellett is. Igazándiból fontosnak tartom azt, hogy a mai fiatalságnak legyen valami fogalma arról, hogy rend, fegyelem, tisztesség. Iskolában is az a visszajelzés, meg a szülőktől is szokták írni és telefonálnak, hogy nagyon-nagyon köszönik, mert a gyerekek otthon is úgy teljesítenek, ahogy ők azt elvárják. Édesapám marosvásárhelyi születésű, és 1960-ban született, ő azóta folyamatosan részről, külföldről, Erdélyből, és amikor kiköltözött ide 20 évvel ezelőtt, akkor pedig innen belföldről folyamatosan segíti a hazáját. Legnagyobb hazafinak tartom, a döntéshozó testületi tag a MÖM-ben, illetve társvezetője is a MÖM-nek. Ebben nevelkedtem én már egészen kiskorom óta, és úgy gondolom, hogy ez egy jó út, hiszen ez a reális, ez a normalitás. Szellemi képzések is vannak, mint mondtam a beszédben, elméleti és gyakorlati oktatások, fegyverhasználat, alaki foglalkozás, mindenféle taktikai épületharcászat, önvédelem, minden, ami ehhez a műfajhoz a mai világban szükséges. Azoknak az embereknek ajánlom, akik szeretik a magyarságot. Miért tartottad fontosnak, hogy ki gyere erre a rendezvényre? A Magyar Nemzeti Gasztronómiaszövetség által kitüntetett egyik személye, hogy nem zsűrizném le az ételeket. Hányféle étel készül? Most jelen pillanatban, amiről tudok, egy halcsapaprikás lesz, túrós csiszával, egy gulyásleves lesz, a vadisznópörkölt lesz, amikről így tudok, így most első körben. A gyerekeket már kezdettől fogva bele kell ebben nevelni. Tehát nem csak mint jószágtartó, ahogy említettem, és nem lehet mindenki jószágtartó, de viszont az alapdolgokat, ami magának az emberiségnek az életéhez tartozik, hogy tudjuk azt, hogy azt az ételt, amit megfőzünk vagy eszünk, az honnan jött, hogy nevelték azt az állatot. Tehát ez nagyon fontos. Tehát nem csak műveltségileg kell elmenni arra szintre, hogy én tudjam, hogy mikor volt a Rákóczi felkelés. Tehát nyilván ezt is tudni kell. 1703-tól 11-ig. Köszönöm szépen. Ez most kezdett el forni, és egy ilyen hosszú leves pörkölt lesz belőle, majd a végén teljesen fel lesz engedve, és belemegy majd a burgonya, és a legvégén a szalonna és a lebbencs, és ez nagyon jó csípősre kell csinálni, jó paprikásra. Az a neve, hogy viharsarki csípős betyáros. Tehát olyan 200 főre itt azért megfőzünk a mai nap folyamán, nagyjából annyi, és vagyunk a táborból, úgyhogy senki nem fog éhen maradni. Vaddisznóhús, borókabogyó, borsikafű, hiszek egy Istenben! Hiszek egy Istenben! Hiszek egy hazában! Hiszek egy hazában! Hiszek egy isteni örök igazságban! Hiszek egy isteni örök igazságban! Hiszek Magyarország feltámadásában! Hiszek Magyarország feltámadásában! Úgy legyen! Úgy legyen! Gratulálok a Magyar Önvédelmi Mozgalom azon bajtársainak és leventéinek, akik ma eljutottak oda, hogy esküt tehetnek ezen a felemelő rendezvényen. Amikor hiánypótló módon a nemzeti radikalizmus táborában jótékonysági akciókat folytat a Magyar Önvédelmi Mozgalom, ehhez kívánok kitartást a következő ínséges időszakra is. Adjon az Isten! Szent jövő! Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm én!